Ebben a videóban bemutatom a Rubik kocka kollekciómat. Ha érdekel, akkor tartsatok velem! Ahogy láthatjátok, itt is vagyunk a bűvész szőnyegnél, ez egy molyú szőnyeg, ezt is az erkocka.hu küldte. Ezen a szőnyegen fogok nektek ma mindent bemutatni, úgyhogy akkor jöjjön az első Rubik kocka, a 2x2-estől egészen a furcsa Rubik kockákig fogunk menni, úgyhogy akkor jöjjön a 2x2-es. Ennek a Rubik kockának a becses neve molyú RS2M, ugye ez egy mágneses 2x2-es Rubik kocka. Nagyon meg voltam vele elégedve, nekem ez az első komoly 2x2-es Rubik kocka. Nekem eddig volt egyetlen egy kocka, amit nem is tudom, hogy talán a szüleimtől kaptam karácsonyra, vagy nem tudom pontosan, de aztán az mindig szétesett, úgyhogy ez az első, pontosabban második Rubik kockám, de az első komolyabb. Nekem 2x2-es kockából csak ez a molyú van, úgyhogy akkor térjünk is a 3x3-as kategóriára. Hogy milyen sorrendben fogok menni, az kérdéses, megpróbálok úgy, hogy amit legelőször kaptam és amit legutoljára kaptam. Rubik stúdiós kocka, ami már kicsikét furcsán néz ki, mivel ezt 2014-ben kaptam, majdnem 10 éve, most volt 9 éves karácsonykor. Hát igen, itt látható még a jó kis logója. Hadd mutassam be a csatorna főtámogatóját, aki nem más, mint te vagy. Igen, jól hallottad, te. Azzal, hogy lájkolod a videómat, kommentelsz, vagy akár kiváltod a csatornatagságot, támogatod a csatornát. Amit ezúttal is köszönök. Na de most vissza a videóhoz. Kornel Katya... Igen. Nem jó kocka, nem ajánlom senkinek, mert akkor még amúgy nem is voltak ilyen nagy profi kockák, mint amiket majd fogok nektek bemutatni, vagy hát voltak, de annyira még nem foglalkoztatott a Rubik kocka, ezt ugye karácsonyra kaptam, ahogy említettem, és hát onnantól kezdett igazából érdekelni engem ez az egész Rubik kockázás, úgyhogy innen indult. Aztán jött egy komolyabb kocka, ezt 2016-ban vehettem körülbelül. Ez egy Mojo Meilong V2 vagy V3, nagyon nem tudom. Már nincs is meg a logóján, meg a doboza sincs meg, annyit tudok, hogy Csehországból rendeltem 16 euróért, ez nem tudom hány forint. Akkor nagyon drága jó Rubik kocka volt, viszont én teletettem szilikonnal, lehet, hogy látható is egy kicsikét, de színekben nagyon szép, ajánlani nem hiszem, hogy tudom ajánlani, vannak már sokkal olcsóbban Rubik kockák kezdőknek, úgyhogy jó kocka volt, de ezt is le kellett, hogy cseréljem. Sajnos ennek nem tudom megint csak a pontos nevét, sőt, ennek semennyire se tudom. Valamiért kiíre emlékszek, de tényleg nem tudom, ezt egy játékboltban vettük, úgyhogy hát ezzel viszont nagyon-nagyon sokáig raktam, sőt 2022-ben még ezzel gyakoroltam a Rubik kockákat, itt egy kicsikét leesett és hát megviselte, de hát annyi baj legyen, működőképes. Ezt viszont nagyon kicsavaroztam, viszont hogy mutattam már egyszer videóba, itt be lehet húzni. Még nem kezdi komolyan venni a Rubik kockázás, hanem csak így bele akar kóstolni, annak nagyon-nagyon tudom ajánlani. Ez egy Mojo Super RS3M nevezetű Rubik kocka. Pont ilyen volt a 2x2-es Rubik kocka, amit az előbb bemutattam. Ugyanez a márka, ugyanez a fajta, csak hát most 3x3-asba. Ezt az erkocka.hu küldte, ez egy mágneses Rubik kocka. Brutálisan jól forog. Ezt már tudom ajánlani kezdőknek, nagyon jó áron van, nem tudom pontosan az árát. Majd nézzetek le a erkocka.hu oldalra, és akkor mindent meg tudtok majd nézni. Ez egy nagyon-nagyon jó kocka, 45 fokot bevágja, vagy sem, megnézzük. Jó, kicsit. Bevágja persze. Szóval ezt a kockát nagyon-nagyon tudom ajánlani, ezzel nagyon sokáig el voltam. Ennek még a doboza is megvan, ez egy Kei Speed Cube Warrior V Rubik kocka. Unboxingoltam ezt a Rubik kockát videóba, nagyon-nagyon meglepődtem. Brutálisan mozog egyébként, tehát hogy kezdőknek, haladóknak egyaránt tudom ajánlani. Szerintem ez az egyik legjobb Rubik kocka a kezdők számára, ami nekem megtalálható a kollekcióba, 3x3-as Rubik kocka kollekcióba. Úgyhogy ezt ajánlani tudom, még egyszer mondom a nevét, Keys Cube Warrior V, dupla V úgymond. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kocka. Aztán jött ez a Rubik kocka, ezzel régebben nagyon-nagyon sokat ráfókuszálok, ezzel régebben nagyon-nagyon sokat szemeztem, amikor még nem támogatta a videóimat az erkocka.hu. Még egyszer mondom, Monster Go, doboza nagyon komolytalan őszintén, de annál jobb kocka, mágnesos kocka, nem tudom mennyire látszik, meg is tudom talán mutatni. Már ezt nem tudom szétszedni, mert tegnap szétszedtem, mert akartam nézni a mágnesokat, de nehéz volt visszarakni, úgyhogy nem ajánlom szétszedni a kockákat. Ez a Rubik kocka is brutálisan mozog,
ezt már nem biztos, hogy tudom ajánlani kezdőknek, mert meg kell szokni a kéznek a gyorsaságot. Haladóknak viszont nagyon-nagyon tudom ajánlani. Ilyen az utolsó előtti kocka, csodálatos doboza van, ezt is kibontottam videóba, nem tudom, hogy milyen fajta. Annyit tudok, hogy JS3M, ez is mágnesos. Aztán kinyitottam a kockát, nagyon-nagyon nehéz volt az előzőkhöz képest. Itt láthatjátok, hogy valamilyen HL, nem is tudom tényleg, hogy mi ez pontosan, mi akar ez lenni. Viszont amikor elkezdtem pörgetni, akkor meglepődtem, mivel annyira jól forog, hogy nagyon. Szóval ezt megint csak nem tudom ajánlani kezdőknek, mert nekem is nagyon gyors kocka szerintem. Nekem is még fejlődni kell a Rubik kockázásban, nagyon. Viszont szeretettel szoktam ezen is gyakorolni, sőt ezzel döntöttem meg egy rekordomat, 22 másodpercet. Aztán mindjárt mondom, hogy melyik Rubik kockával csökkentettük ezt még jobban, ezt a 22 másodpercet. Aztán jött ez a kocka. Gondolom most nem tudjátok, hogy mi található benne. Ez a jó kis öreg GAN 13 maglev. Brutális kocka. Amikor ezt megkaptam, egyszerűen nem hittem a szememnek. Nem gondoltam volna, hogy nekem egyszer lesz egy GAN Rubik kockám, méghozzá ebben az évben, de lehet. Ilyen csodálatos, hoppá, ez nincs kirakva. Nem is baj. Szóval egy ilyen csodálatos dobozba érkezett. Brutális kocka. Ezt még magamnak se tudom ajánlani, mint haladó, vagy nem is tudom minek nevezzem magamat, inkább kezdő haladó között. Szóval ezzel döntöttem meg egy 20 másodperces rekordot. Brutálisan forog. Szóval néha nekem még beakad, elég sokszor, mivel nem tudom kontrollálni, mivel nem vagyok olyan gyors profi, nem vágom annyira az algoritmusokat. Szóval erről készült egy részletes bemutató videó, ha gondoljátok, akkor nézzétek meg. Jöjjenek akkor a 4x4-es Rubik kockák, kezdem az elsővel, itt látható, ez egy Key Cube, furcsán mozog. Amikor csak ez a Rubik kockám volt, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, nagyon szerettem rakni a 4x4-es Rubik kockát, sokszor beakadt, de gondoltam, hogy 4x4-es, akadozhat, úgyse vezem annyira komolyan meg minden. Ahogy láthatjátok, kicsit nehezen forgatható, be is akad, nem annyira könnyű ezt kontrollálni. Viszont ezen az rkocka.hu megsegített, és küldött nekem egy Moyo Heilong Magnetic Rubik kockával, 4x4-es Rubik kockával. Amikor kézbe vettem, nagyon megörültem, hogy kaptam egy 4x4-eset, mivel sokkal jobban mozog. Szóval annyira jól mozog, most ugyanazt az algoritmust csinálom, mint az előbb. Szóval kicsit nehezebben kontrollálható ez a Key Cube, de ezen mondom, az R-kocka nagyon-nagyon megsegített. Ezt tudom ajánlani minden kezdőnek, szó szerint minden kezdőnek tudom ezt ajánlani. Elnézést, kifelejtettem még egy 4x4-es Rubik kockát, ami ez lenne. Emlékeztem, hogy van egy Rubik stúdiós Rubik kockám, jól is emlékeztem, meg is kerestem, de kicsikét rossz állapotban van, vagy hogy is mondjam. Ezt nem fogom nektek megpörgetni, mivel ez már csak egy szép, jó, retro Rubik kocka. Nagyon drágák ezek a Rubik stúdiós Rubik kockák, és nem is mozognak jól, úgyhogy inkább vegyetek egy Moyo Heilong magnetiket, vagy nem is kell mágnesos, és azzal könnyedén megvesztek. Jöjjön akkor az 5x5-ös kategória, ebből tényleg csak egy darabom van. Ez is egy Moyo, pontosan nem tudom, hogy milyen fajta, viszont ezt még nem tudom kirakni sajnos. Viszont rajta vagyok, hogy jövőre megtanuljam, azaz 2024-ben. Attól függ, hogy mikor nézzétek ugye a videót. Ezt meg szeretném tanulni minél hamarabb, de azt mondják, hogy nem nehéz, majd meglátjuk. Véleményem 5x5-ös Rubik kockáról, ez az első 5x5-ös Rubik kockám. Most fogok talán másodszor a kezembe, mert hogy ez a második olyan 5x5-ös kocka, amit fogok a kezembe, úgyhogy nem igazán tudok, hoppá, nincsen fókusz. Úgyhogy nem igazán tudok róla véleményt mondani, színekben gyönyörű, mozgásban nagyon jó szerintem kezdőknek, megint csak azt tudom mondani, mert én kezdő vagyok, úgyhogy ajánlom, hogy ezt is megvegyétek, hogyha 5x5-ozni szeretnétek. És akkor elérkeztünk a különleges Rubik kockákhoz, 2x2-estől eljutottunk 5x5-ösig. Jöjjön akkor a következő kategória, ami a Pyraminx, 2x2-estől egészen 5x5-ösig kipipáltuk mindent, még esetleg van egy nagyobb fajta, ami a Megaminx-zel is inkább a különleges Rubik kockák közé sorolható, úgyhogy akkor bemutatom a Pyraminx-jeimet, abból kettő darab van,
Az első egy Moyu Magnetic Pyraminx. 2017-ben 80 vettem, nem is tudom pontosan. Nagyon könnyű kirakása van, van is erről egy oktató videóm, úgyhogy ezt kezdőknek, hogy ajánlom-e vagy sem, nem. Amit fogok ajánlani kezdőknek, az a következő lesz. Itt is van a következő, ami egy Moyu RS Pyraminx. Ez ugye nem mágneses, hogy ezt tudom ajánlani kezdőknek, nem úgy, mint a Moyu Magnetic Pyraminx-et. Viszont amikor elkezdtem rakni a teszt videóban, nagyon meglepődtem, mivel egy brutálisan jó mozgó Pyraminx, ahhoz képest, hogy ez nem egy mágneses rubikkocka. Hoppá, néha megakad, de nem szokott ilyen történni. Szóval brutális. Ha kezdő vagy, mindenképpen vegyed meg, ha szeretnél pyraminxezni. Ennél jobb kezdő tényleg nincsen. Én ki tudom jelenteni, ennél jobb kezdő pyraminx nincsen, ami nem mágnesos. Jöjjön akkor a következő kategória, ami nem más, mint a megaminxek. Ebből is 2 darabom van. Ezt még 2019-ben vettük, vagy nem tudom, hogy hogyan kaptam, szereztem meg. Ez egy Kiyi Cube, ahogy láthatjátok, rá is fókuszálok, ez egy Kiyi Cube. Nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, jól mozog, szerintem kezdőknek megint csak tudom ajánlani, viszont Zerkocka küldött nekem egy megaminxet, ami a Moyu Mofange névre hallgat. Túl jól mozog szerintem, szóval ezt tudom ajánlani kezdőknek is, fokkal ez jobb, mivel könnyebben mozgatható. Ha tényleg csak szórakozásból akarod, hogy megvedd, akkor ezt ajánlom, ha pedig akarsz majd később kezdeni valamit vele, akkor pedig ajánlom ezt megvenni. Jöjjön akkor a következő kategória. Akkor itt is vagyunk a kövé kategóriánál, ami nem más, mint a Cube. Ugye pár napja, attól függ, hogy mikor kerül ki ez a videó, pár napja került ki erről egy videó, hogy megtanultam magamtól kirakni. Ez egy Kiyi Cube, ezt is a zerkocka.hu küldte. Nagyon-nagyon sok Rubik kocka zerkocka.hu-tól van, úgyhogy köszönöm szépen nekik. Nélkülük nem lenne talán még ez a videó sem. Nekem ez az első Cube-om, brutális. Szóval én nem tudom, mi a jó Cube kocka, viszont szerintem ez egy olyan kocka, ami kezdőknek tuti, hogy jó. Nem tudom, hogy milyen kell a profiknak, vagy milyen sem, ez nem mágnesos, ez csak sima Cube kocka, ami még egyszer mondom, Kiyi névre hallgat. Szóval ajánlom ezt mindenkinek, nagyon-nagyon könnyű kirakni, majd erről fog készülni egy oktató videóm is, úgyhogy igen, ha én nem láttad a videót, hogy hogyan tanultam meg magamtól kirakni, akkor nézd itt a csatornán, itt lesz valahol a pár elmúlt hétben vagy napban kirakva. A következő kategória az a tükörkocka, ebből 2 darab van, méghozzá ez a fajta. Nem tudom, hogy milyen fajta őszintén. Annyit tudok, hogy ezt egy boltban vettük, amit itt Szlovákiában lehetett könnyedén megvenni, amihez jött egy ilyenfajta Rubik kocka, és mindjárt mutatom. Ilyenfajta, ebből is egy kockának kell kijönnie, ennél sem tudom a nevét, úgyhogy azért is mutatom be ebbe a kategóriába, mivel végül is ez egy tükörkocka, sőt, az tükörkocka, úgyhogy végül is jó helyre van besorolva. Ezzel nem tudok mit kezdeni, írjátok le kommentbe, hogy ki tudjátok elrakni ezt vagy sem. Szóval van ez a tükörkocka, ez kezdőknek nagyon jó, Kiyi Speed Cube. Ezt nagyon-nagyon jó forgatni, kicsit a sötéthez bezavar, szerintem abba a színben a legjobb. Nem tudom, melyik a jobb, talán ez talán könnyebb forgatni. Jöjjön az utolsó előtti kategória, furcsaság. Ennek sem tudtam nevet adni, ennek is egy kockának kellene lennie, ilyennek. Konkrétan ilyennek, melynek a neve Moyu Meilong. Sajnos ezt sem tudom kirakni, ezt is az elmúlt hónapokban kaptam, nem tudom pontosan melyik hónapban, de nagyon nehéz, úgyhogy nem szeretném magamat rage-eltetni, úgyhogy le is tenném ezt, köszönöm. És hát akkor el is érkeztünk az utolsó kategóriához, ami Fidget Puzzle-nek hívják. Így kellene kinézni, először megmutatom, így néz ki. Viszont nekem kivettem a dobozból, pörgettem egyet, és így néz ki. Szóval, ja, kicsikét letörött egy pár darab, kicsikét instabil volt, ezt is az erkocka.hu küldte, de minden esetre ez egy jó. Jó kis szórakoztató fidget spinner. Nem nagyon merem mozgatni egyébként. Úgyhogy vissza is teszem, hogy legalább a fehér oldala legyen meg. Szóval, ja, ez ilyen menő kis fidget spinner. A fidget legyen veletek. Ahogy láthatjátok, itt is van az összes Rubik kockám. Egyet kivétellel, méghozzá a Rubik kígyó, a kék Rubik kígyót. Viszont
Nagyon szépen köszönöm az elkocka.hu oldalnak, hogy támogatták idén a csatornámat. Remélem még a közeljövőben együtt tudunk működni, és minél több Rubik kockás tartalmat fogok nektek tudni még készíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a idei figyelmet, most inkább a Rubik kockázókhoz szólok, mivel inkább azok vannak itt. Ha még nem vagy feliratkozva és szereted a Rubik kockákat, akkor iratkozzatok fel, dobjatok rá lájkot és dobjatok egy kommentet is. Úgyhogy akkor találkozunk egy következő videóban, a Rubik kocka legyen veletek, sziasztok!